Szevasztok, szevasztok, srácok. Üdv mindenkinek. Folytassuk. Így majd két hónap kiadás után a Ratchet & Clank-et. A legutóbbi alkalommal elég sokat sikerült haladnunk, 4-4,5 óra alatt. És hát, ha minden jól megy, akkor most be is tudjuk majd fejezni. Ugyanis a legutóbbi alkalommal 40%-ot, több mint 40%-ot haladtunk így a progressben. Most ezt a maradék pár százalékot is begyűjtjük. Eléggé a végén járunk a kalandnak. Benyomtam egyébként ilyen... Az utolsó puzzle. Szóval benyomtam itt olyat a grafikával kapcsolatban, hogy lehet, hogy hülyeség volt. Nem is tudom, hogy itt meg tudom-e nektek mutatni. Igen, szóval benyomtam ezeket a sugárkövetett tükröződéseket, meg amúgy így minden be van nyomva, hogy így jó legyen. És hát kíváncsi vagyok, hogy... Hát ilyen filmszemcsézettség nem kell. Mozgás elmosódás sem kell. De hogy minden meg maximumon van. Itt ezen a területen jónak tűnt a teljesítmény. Lehet, hogy amikor majd lövöldözni kell, akkor meg... akkor meg majd gond lesz. Amúgy én szeretek lolozni. Mármint, hogy így amikor nyomtam, akkor nagyon szerettem. Nagyon élveztem. Nem vagyok az, aki így könnyen felhúzza magát a dolgokon. Ezt ugye oda kell tenni ezt a gömböt, hogy így át tudjunk itt menni. És így, hogy átmentünk. And statistically speaking, I am just as likely to succeed now. Nézzük meg, mit csinálunk, hogyha oda dobjuk azt a pirosat. Ezzel volt baj legutóbb, mert... Igen, ezzel tudunk emelkedni. Igen, ez gond. A sárgát ki kell vegyem, hogy vissza tudjak menni. Azt ott például le kéne húzni. Meg hogy úgy oda föl kéne menni. De hogy... Itt voltam probléma. Mert hogy itt voltam bajban. Ugye itt meg tudom őket emelni. És akkor oda átmennek. I have accomplished a great deal since arriving in this dimension. I will continue to do so. This anomaly will not stop me. Így ugye súlyosabbak. Nézzük csak, mit csinálunk velük, hogyha ezt tesszük oda. Egy jó kis reggeli agyalás. Hogy összenyomtam úgy Clanket? Szóval ugye ez nem hagyja, hogy elfújjon minket, ami nagy valószínűséggel oda kell. Aha. És hogyha mondjuk ezt, én ide rakom. Hát ez kevés. Mondjuk. Ha a gombot megnyomom, akkor oda föl tudok menni. Srácok, hát ez lesz itt a trükk. Figyeljétek csak. Azt oda tesszük. Ez itt most lejön.
Igen, ez a leminges, az akik, igen, igen. Szia, szia, jó reggelt, skacok. Na és akkor most elveszük tőle ezt a pirosat. És így ugye nem nyomják a gombot, tehát fel tudok menni. Most viszont kell nekünk a sárga. Hogy át tudjak menni. Most már van gyorsító gömbünk is. Jó lenne vissza is menni. Nagyon jó. Basszus. Azt ott elvesszük. Tehát akkor ami nekünk kellene, van gyorsítónk. Felgyorsítjuk. És kell az emelő. Na nézzük, hogy ezzel mit tudunk elérni. Na ide meg már a súly kéne. Nem a súly kell, srácok, hanem a... az áram. Emelő gömb? Hoppá. Nem is tudtam, hogy a robottal is lehet itt lenni, nem csak a két rókával. Ja, és nem csak ez a kis robottal lehet lenni, hanem még vannak ilyen kis plusz hackelős részek. Vannak még ilyen kis plusz hackelős részek. Is egyébként. Na, én azt mondom, hogy ide kell a súly. Oda kell az emelő. És oda kell az áram. Szevasz, Belfegor. Én tudom, hogy állítsuk meg a kataklizmát. Tudom, hogy hogy állítsuk meg a kataklizmát, és a dimenziós térképet is meg fogjuk tudni szerezni. Végre egyenesbe vagyunk. Ratchet, I did it! Hooray! Now hand it here so I don't have to. Most add azt ide, így nem kell a barátaid fejét. Don't worry! I'll be hosting a viewing party of my victories! It's all come on, Kit! Prison. We gotta... Run. Run! Run! This is our last chance to stop him! Ez az utolsó esélyünk, hogy megállítsuk. Sorry. Na, mit csinál Kit? Azon ki vagy átalakul. Végig ellenünk volt. A másik Nefarious megmentette? Ha. Szia, kataklizma vagyok. Van még egy Pepsi. Connor mindig az elemében van. Amúgy nagyon szép a game.
Nyilván most nem arra gondolok, hogy távolott, nagyon távol a hegyek, milyen jól néznek ki. Szerezd vissza a dimenziós térképet. Donáld meg a többieket. A temetőben. Remélem őrök nincsenek ide lent. A feldolgozó központnak itt kell lennie előttem. Ja, már mehet? Aha, igen, hát itt már 50 FPS van. És hogyha kinyomom a sugárkövetést, a cukrok lekövetését. Na, srácok, kikapcsoltam a ray tracinget, most 20 FPS-sel kevesebb van. Én nem tudtam, hogy ez a technológia így működik. De hát, minden nap tanul valamit az ember. Tehát, ha bekapcsoljuk a ray tracinget, akkor csak jobb lesz a játék. Most már ti is tudjátok. Legalább. Gyűjts mézet Tulio séfnek. 5 trükkös ugrás. Vajon megtartotta a mentéseimet? Mármint így a beállításaimat? A show-nak tűnik amúgy. És több az FPS-ünk. A menüben az előbb 40 FPS van. Ja. Ja, hát most több az FPS, bár nem sokkal amúgy. Mármint az 55-höz képest. Hát amúgy nem tudom. Most azért, hogy 5 vagy 10 FPS-sel több legyen, hát nem tudom. Inkább akkor maradjon a ray tracing. Nem tudom eldönteni. Hát most nincsen, most biztos nincsen. Nagy a gépigény, nem. Na most ez így a max grafika 1440p-n a tükröződés nélkül. Azt mondja, hogy Miss fungános. Ja. Igen. Itt, ez már kiment a kezemben. Ezeket nem lehet szétcsapni. Lehetne venni Void Repulsert, vagy hideghullámot, vagy bombavetőt, vagy zizegőpengét, vagy esetleg fekete lyukvihart. Vihar közeleg végtelennek tűnő golyókkal használd ezt a minipuskát, hogy elsőprő fájdalmat szórhass ellenségédre. Csak vigyázz, nehogy túlmelegedjen. Valami nem ment rendesen a Twitch. Ó, ez egy elég jó preview erről a fegyverről. Go on. You know you want it. Játék? Minden oké? Okay. Sőt, egy frissítés a gamehez, azt eltűntek a előnézetek?
Hát ez nagyon kiábrándító. És mit írnak, mit frissítettek? Jött két pécsi nóta. Igen. Vissza lehet állni az előző verzióra, hogyha bármilyen problémát észlelnénk. Szevasz, Zolcsi, szia Renta, üdv mindenkinek. Az a helyzet, hogy ezek a dolgok hozzán tartoznak a játékhoz, úgyhogy most nyomunk egy mentést oda, igen, 52%. És akkor... nem tudom, valamit csinálunk. Ez... ne arra aggódjatok, de ez így kiábrándító, hogy másfél-két hónap után elindítom a játékot. Jött hozzá egy patch, és így már nem működik az egyik része a game-nek, ami például bemutatja a fegyvereket. Na, jó, csak újra kellett indítani. Mi a legjobb az életben? Barátság? Várjál, szóval, hogy... mi a legjobb az életben? Szeretet? Barátság? Nem, rostálni az ellenségeit több száz lövedékkel újra és újra. A fekete lyuk viharnak csak egy másodperc, hogy felpörögjön. De amikor ez megtörténik... Uh-huh. Nem, ez ízgőpengék. Klasszikus, de hatékony puszti... na jó, ez tetszik, ez ilyen hőkövetőnek tűnik. És tudunk fejleszteni? Azt mondja, hogy a... S100%, igen, a Warmongeren még lehetne fejleszteni. Rakétákat lő ki, na az például jó. Növeld a maximális lőszert ennyivel, kettő. Van ilyen fejvadászunk, ezt is kéne például fejleszteni. Lassítsd le az időt a közeli és távoli ellenségek lelövéséhez. Let's go. A kivégző. Képes egy vagy négy csövön plazmát lőni. És akkor ez... fejvadász itt van. Jó lesz. Ezekkel kell játszani. Olyan fegyverekkel kell játszani, ami még nem 100%-os. És meg fogom azt tudni jegyezni, hogy melyik nem 100%-os. Ja, ott mutatja. Akkor mindegy. Jó. Akkor ez sima. De akkor beleférne a zizegő pengék is egyébként. Uh-huh. Ott egy ellenség. Ha nem lehet erre menni... szóval beugrottunk ide. Ez gyönyörű volt. Szóval azt néztem, hogy ott hátul elhagytunk valamit. Ahonnan jöttünk. Na itt egy raritánium. És akkor ott van még egy, csak ezt... aha.
ehhez így kell hozzáférnem. És ez meg már 3 raritánium. És itt olyan, hogy kell tovább menni? Szóval, hogy itt nem engednek be minket. Szerintetek itt hogy lehet tovább menni? Mert hogy így amúgy más nagyon nem mutat? Az lehet? Nincs ötlács, kacok. Mert hogy így arra kéne amúgy. Találd meg a többieket, menj meg mindenkit a börtönből. Az helyzet, hogy itt nagyon másfele nem lehet menni, de essel? Megnézhetjük. Ó, a dash az jó ötlet volt, köszi szépen. RQ. Oda vissza tudunk menni. Na, már 2-es szintű lett a fegyver. Köszi szépen amúgy, ez jó ötlet volt, mert az a gond tényleg így másfél hónap kihagyás után tökre kiment a fejemben. Ja, hát ott nem tudunk átlőni. Kiment a fejemből, milyen mechanikák vannak. Az van... Úgyhogy ez jól jött. Visszapatanóhoz kaptunk lőszert. Ez gond, mert hogy ott is volt egy gép, amit így lehetett volna nyomkodni. Úgyhogy gyorsan visszamegyünk. Ja, hogy pont shortcut lett volna? Tetszik ez a sniper. Ez jó választás. Ez
Szia, Fumirossi, szevasztok, srácok! Bubi! Ezért csak nem hagytunk ki valamit? Hát ott az elején volt még raritánium. Ez a hely annyira durva, hogy itt már csak 30 FPS-ünk van. Ezután a dash után. Ott van Clank, de nem látom Ratchetet. Várjunk csak, itt esetleg van még valami? Ezen a részen? Oho, igen, van. Amúgy a raritánium volt az, ami elvitte az FPS-t. Hát nem tudom. Ezek szerint igen, mert hogy most jók vagyunk újra. Ja, hát igen, én úgy. Úgy érzem egyébként, hogy itt... nincs minden annyira jól optimalizálva. Tesó, ennyit nem érez a jutalom. Ki kell jutnunk innen? Haver, a bicepszed el se férne ezen. Azvesz, köszi szépen a 34 hónapot. Srácok, perekjenek a szfegek, Azvesznek. Köszi szépen a támogatásodat. Hé, úgy döntöttünk, nem ölünk meg. Jobb, ha nem soválogsz a zsákmányom után. A Lombax fogjott és a robotot előre venni. A kisebb robotot elhamvasztani, hogy ne okozzon több bajt. El akarják hamvasztani a robot barátot. Na. És akkor most mindenkit kiengedtünk. Take care of them. And thanks. We'll take it from here. You scared me. I'd let you rest, but we don't have a lot of time. You got here quickly. Thank you. They took Ratchet and Kit through that door. Something about Mac. És akkor most jött az újabb fegyver, mondjuk a Warmonger. Tudja, hogy itt van valami sunyiság. Kinyíltak ezek a... Ja, csak ez nyílt ki, akkor mindegy. Azt hittem, hogy az összes mindenség kinyílt. Jók vagyunk. Wow! Ez az én foglyom! Ott vannak! Hú-hú! 1200! 1200! Pici, találj be! Ez a Warmonger, ez nagyon kemény. Ó,
basszus. Jó, így is kapta legalább. Azt mond, az apokalipszis kesztyűje elég jó még. A méreglócsoló is. Sorry I left you behind back there, Bolts. Things got complicated. I understand. There was a lot of chaos. No, yeah, that. Ooh. Nézem közben, hogy még milyen lootok vannak itt. Szervusz Gírnyó, szevasztok srácok. Köszi szépen a pergetést. Júj, a 20. aranycsavar is megvan egyébként. Ezt gyorsan meg is nézzük, hogy mit tud az ócsó. Csavar, kulcs, csere, kettes, csomag. Hát ez már megvolt, nem? Kalózka. Ja, hogy több oldódott fel. Ja, mert ennyi eddig nem volt valószínűleg. Gunkard, gunkalapács, kalózkard, karthal, kulcs. Akkor ez kinél állítja amúgy? Azt mondja, hogy csavar, kulcs, egyes csomag. És kinél van a ja, az, igen, az a kalapács. Ja, értem. Azt mondja, a kalapács megjelenése, karthal, itt van, itt amolol, igen. Kulcs. Átváltunk a kulcsra, mit szóltok. Szia, ellenség! A visszapattanó nem tűnik túlzottan erősnek, amúgy. Nagyon belementünk itt a lövésekbe. Faszos. Még egy jön. A varmog erre elég durva. Ezekhez képest. Zavargás van. Nem örül az uralkodó segédje. Szabadíts ki Ratchet-en... Hoppá. És Clank-et.
átadás kezelő. Na hát, akkor bevesszük fungálost. Oké, elnyomjuk az apokalipszis kesztyűjét. Nagyon jó. És akkor jött a warmonger. Hoppá, hát ez mellé ment, semmi gond. Jött a méreglocsoló. És akkor jött a zizgőfenge. Milyen szőrös lett. Milyen zöld és szőrös lett a boss. Pipak. Pipak elporlatt azért. Bevetettük a nagy ágyúkat. Nem tudott mit csinálni egyszerűen. Ez robbanós vajon? Nem, jó. Mit mondott? Ja, várjatok. Ott hagy... Ja, látom már, hogy hol hagytuk el a lootot. Szia, Misi! Ismerem a járást, minden oké? Okay. Jól vagyunk, menekülni próbálunk valahogy. Nyugi, kimentünk innen. Vajon még nyomnom kell a kút? Jó, nem kell már nyomni. Köszi, Belfegor. Követni kell a szállát. I'll be honest. Kit is the warbot who took off my arm. Oh dear. Hi. Kit az, aki levágta a karját. Anyway, that's what's wrong. Rivitnek. Ezt ütni kéne? Oké. Okay. Nagyon rosszul állunk. Nagyon rosszul állunk. Valahol van most, te nem én? Vannak! Azt mondja, hogy... Oké, hát ebből kifagytunk. Na nézzük, azt mondja, van ilyen apokalipszis kesztyűje. És ott is vannak dobozok, amiket szét lehetne verni. Nyugati szárny VIP. Áramtalanítani kell a cellákat, ami az igazgatói iroda látogatását jelenti. Hallottál a feldolgozás zavaráról? Na hát, őket mindjárt megleckésztetjük. How exciting! Is that? It is! The lava
Jó, az ebből kifogytunk. Valami bekattant, olyan, mint hogyha a két FPS-em lenne. Szegény gém. Szia. We got a plan to get us out of here. Mort? How did you? Ott egy aranycsavar. That's what we get for breaking curfew, eh? Van itt valami, amit nem veszünk észre. Hey, they be planning a jailbreak. Ők segíthetnek a szökésben. Nála is van lót. Itt négy szemét? Hogyan kelthetni életre ezt a helyet? Az ott micsoda? Felszerelés. És meditál. Nem kéne itt lenni, annyi kristályt kell még kibányászni. Most megint van FPS. Úgy néz ki, csak így tikkál néha egyet a játék, és akkor jó lesz. Random. Ooh, I'm telling you, with your powerful jaws and my know-how, we'll be out of here in no time. Na jó, nem tudom, hogy oda hogy lehet felmenni. Lehet, hogy majd kerülni kell egyet, nem? Raritánium. A Warmongeren sajnos nem tudunk fejleszteni, mert nem lépett szintet. A fejvadász viszont igen. Meg is vesszük. A lányokból felvett lőszer növelése 2-vel. A Negatron ütköztetőn is tudunk fejleszteni. Durva, hogy a fejvadász már így 40%-on van. Negatron ütköztető 72%. Kivégzőt nem is próbáltuk. Ja, de próbáltuk 5-ös szintű. Most már viszont 100%-os. Visszapattanón is fejleszünk, amennyi csak lát. Azt mondja, hogy... maximális lőszer, azt pont nem tudjuk. Ú, ez a méreglocsoló, ez rohadt jó. Ja, maxos a méreglocsoló, de nincsenek rajta fejlesztések. Vehetnénk tőle a lőszert. Igen. És még lehetne venni fegyvereket is. Sorry,
pont elment. Közben kaptunk 10 HP-t, mert 8-as szintű láttam. Ezeket észre se vettem itt, hogy itt is vannak raritániumok. Ennek a végén, ha jól emlékszem, igen, az ruhát kapunk. És innen kellene a csigusz. Menő volt ez a challenge pálya amúgy. Na és ez milyen ruci lesz? Lombax Praetorianus. A Praetorianus Lombaxet. Jó, ezt voltam. Ja, menőn néz ki, ahogy bemegyünk a Reef-be. Mindegy, akkor így meg is vagyunk. Ez egy zsebdimenzió volt. És megcsináltuk. Hát itt konkrétan lehet számolni az FPS-t. Tehát az, hogy azt írja, hogy 30, ez hatalmas kamu. Én láttam már 30 FPS-t, és ez... Ez nem annyi. Be careful. That is a long way down. I should have realized how impacted you were by what happened with Kit. Do you think you could ever forgive her? Meg tudnánk bocsájtani Kitnek. Perhaps you should. I don't know, but... Ugye, azért volt ez különleges. Mert hogy Rivit még nem is látta, hogy Kit átalakul, csak Ratchet, ha jól emlékszem. Jobb klik F a kalapáccsal. Ja, hát én ezt máshogy oldottam meg. Hát akkor sem lehet 30, most 8, később meg 9. Kinek ne bánts, én csak az uralkodó utasításait követem. Hogy bezárta magát. Vészleállás elkezdődött. Ma tehát ide elnyíteni a VIP részlegre. Ratchet's in a VIP cell, isn't he? Igen. Yes. Ratchet VIP szekcióban van. Na, azt mondja, hogy... Kérünk egy ilyet, kérünk gombát és mondjuk kettőt. Elővesszük a fejvadászt. Azt mondja, hogy... 20 headshotot kell osztani a... ezzel a fegyverrel. Nagyon jó. Jó.
Jó, kérünk még egy gombát. Meg egy apokalipszis kesztyűt. Maradhatunk a fejvadásznál. Ezeket a fegyvereket vesszük egyébként. A shopban. Szóval az azért ilyen menő. Jó lenne eltalálni, jó? Oké, most jött a varmonger. Boom! To return to Ratchet and Kit before it is too late. Yeah, just have to get out of here first. The office is sealed. How do we get out? Maybe that window leads somewhere. Azt mondja, az ablakon keresztül kéne kimenni. Így. Például. Tessék, egy jó kis varmonger. Nem megyünk amúgy ide. It would appear we have new allies. They're moving his cell again into maximum security. Na, úgy néz ki, hogy így lehet ide jutni. Ez ugye a 21. aranycsavar. Kalapács cserrel csomag. Ja. Rivit kalapács, Ratchet kalapács, ásó seprű. Na, az mehet. Azt mondja, hogy itt is van seprű, nagyon jó. És akkor ott is mehet a seprű. Csákány. Koponyás kard. Ott van, ott a seprű. Itt ilyen ellenségek vagytok? Ja nem, ezek barátok. Ja látom, hogy ki az ellenség. Szóval a rabok most velünk vannak. Nagyon jó. Ó, hogy neki még kell egyet adni. Ő is kaptam. És akkor mehetünk tovább. Perhaps we can use that rift tether to get us up to that platform. Aha, és kifogytunk közben. Hát tessék, kaptak egy varmongát. Hát ez nem talált el senkit. Jó. Azt mondja, hogy kérünk gombákat. És akkor még kéne használni a varmongert. Lassan eléri amúgy az utolsó szintet is a varmonger. Le tudjuk lassítani őket, hogyha felülírjuk a konzolt. Return to your cell, or you will be banned from Wasteloop access
10 alkalomra kitiltalak a konditeremből. Vissza a cellába, azt mondja. Jói. Három ezer egy százas sebzés. Jó, közben a Peacemaker lett a Warmongerből. De zizegő pengéket kéne még használni. Na, fedeznek minket. Végre ki fogunk szabadítani, nem? Valahogy csak meg lehet állítani a cellát. A meccsét mindent megpróbált. Kitnek nincs ötlete, hogy hogy lehet neki szabadulni. Zavargás folyamatban, nevető gáz protokoll aktiválva. Csak belementünk a tűzbe. She seems to deeply regret it. Now keep moving. Maybe. We're not gonna make it. Tether onto that rift. Ez az, ez a game, ez tömény fán. Kár, hogy ilyen szarul fut. There, quickly, we must slingshot onto that evacuation platform. Ilyen túl, hogy megmentesd Ratchetet és Kitet. Ebből kifogytunk, illetve visszapattanom. Jújúj! Morcosnak tűnnek. Oké, ebből is kifogytunk. Na, jött a fejvadász. Jó. Nagyon jó. Elkérjük az apokalipszis kesztyűjét, meg akkor kérünk gombákat, ezek nagyon erősek. És akkor Negatron üdvöztető. Basszus. Én itt lootolgatnék, de hát nem hagyják. Oh,
az helyzet, az apokalipszis kesztyűje, meg a gombák azok így teljes mértékben lekerizik. Újjúj. Na, kérünk még egy ilyet, meg akkor még egy ilyet, és akkor fejvadászba. Fejvadászhoz jött lőszer. Az jó. Na, közben a fejvadász fejlődött. Ennyi volt? Jó. Not quite. Nagyon menő, hogy itt szaladunk a seprűben. Újjúj. Na várjatok, akkor gomba utánpótlás. Ularkodói gárda kísérete. Na jó, és akkor mi az, ami negatón ütközhető? Még akkor két gomba. És akkor mehet egy kis villámcsapás. A villámcsapás nagyon vicces. Szétrázza az enemit. Ja, hogy ott van még egy. Ja, ez közben kifogyott. Fú! És akkor jött a... Azt mondja, van drillhoundunk, van peacemakerünk. Amelyet a peacemaker. Még egy utolsó. Még vannak? Valaki valahonnan lő ránk. Ja, itt van. Ezt a fejvadásszal. És még van. Elvileg van valahol egy forgantyú. Csak lootolunk. Meg van ott lőszer is. Meg kell menteni Ratchetéket, de a loot nagyon fontos. A PS4-es Ratchet is ilyen fán. Azt nem próbáltam. Ezt nem teheted, nem rúghatsz ki, én lépek ki. Most amúgy az a gond, nem látom. Oké, húztuk. Nem láttam, hogy most húzom-e a kart, vagy mi történik. Jé, mióta játszol ezzel a játékkal, és mi a véleményed róla? Egy óra elnyomom most, és nagyon élvezem. Ez egy nagyon látványos game. Thanks for the save. Kit, are you? Give us a minute. Egy dolog zavar, hogy izé, rosszul van a PC-re optimalizálva, azt néha így beragadunk ilyen két FPS-re. Crank szerint meg kéne bocsájtanom. I am going back to Savali. I never should have... Wait! You're just gonna hide again? Now? I am very... Truly, I am sorry, Rivet. For everything. I am not a good partner. Oh, Keith nem egy jó társ. Maybe you could be!
Ha megálltál volna, hogy segíts nekem aznap este, ahelyett, hogy elfutsz, vagy talán az igazat mondod, miért nem érti egyikőtök sem? Megtörtem. És most már ilyen maradok. Rendben, akkor bújj el. Nekünk meg kell mentenünk egy univerzumot. Amúgy sincs szükségem társra. Tör be a börtönbe és szökj meg! Most én vagyok az igazgató achievement-tel. Tudod milyen szomorú géles? A Galaxis Őrzői 3. Mordány története. Na, az szomorú. De nem spoilerezek. So you're just gonna give up on her because you're afraid? Says the big hero. Spoiler, biztos, hogy az utolsó pillanatban fog visszajönni és megmenti az egész szitút. Ja, valószínűleg igen, valószínűleg ez lesz. Sorry, I. Jaja, a tricsekkel nagyon hasznos, Connor. Big like, visszajött az FPS, én is lájkolom. We were so worried. Can't stop us that easily. What took you all so long? Hey, I think I know how we can. Ah, Sam, tudom, hogy találjuk meg az uralkodót, mondja a Quantum kapitány. Én most hétvégén néztem meg a Galaxis Őrzői 3-at. Hát erre nem készültem fel. Meg végignéztük a Pók Univerzum 2-t is. Vannak még challenge-ek, amiket meg lehetne csinálni? Nyerd el a végső dicsőséget. Azt hiszem, dolgunk van, srácok. Győzd le a feltámadt mágorlót. A Galaxis Őrzői az Disney, a Pók Univerzum meg Apple TV. Remélem, jól emlékeztem. Igen. Várjátok, ezt már lehet lőni? Nem, hát azt nem lehet. Akkor viszont kérünk egy ilyen apokalipszis kesztyűt. Amúgy nem tudom, az Apple TV egyébként mennyire jó. Én mit is akartam nézni? A mindenhol, mit tudom, mi annak a neve? mindig belekavarodok. Mindenhol, mindenkor. Mindenhol, mindenkor. Na, szóval, hogy azt akartam megnézni ott, és hát nem volt jó élmény. Főleg, hogy ugye előfizetsz, aztán még ki is kell kölcsönözd, vagy meg is kell vedd a filmet. Júj, basszus, ebbe pont belesétáltam. Igen, amúgy ez hasonlít a Vice Star-ra. Igen.
De nem tudom, hogy milyen lényel lehetett lenni a White Star-ban. Jó, azt hiszem most kell egy gomba is. Hajrá, gombákok! No! Jó, hát akkor kérünk még gombát. Ne bánsd a gombáim! Ez elvileg az utolsó hullám, az ötödik. Szevasz, Hanadrena. Ilyen izé, easy módban nyomjuk, srácok. Aurin volt a fajnak a neve? Ó, azt nem tudtam. Ezt látjátok, ilyen easy módban lekerisztük. Wow, Anadrena. Tök menő. Kíváncsi vagyok majd a regényre, ha elkészülsz. De és is egy aranykupa csata plexum kihívást. És most itt mindegyiket meg kéne. LOL, ez random, az a neve a kihívásnak. Harcolj véletlenszerű fegyverekkel. Vásárlás az előfizetéstől függetlenül, ezért nincs előfizetésem. Azokat a filmeket szoktam megvenni onnan, ami kb. Örök klasszikus. Bármikor megnézem. Igen, igen. Mármint, hogy nem, én ezt nem tudtam, hogy ott nem kell. Nem kell az előfizú. Vannak előfizus filmek. Meg vannak, amiket meg is lehet venni. Aha. Ja, ötöt kell ölni fegyverenként, értem. Nem, amúgy nem tudom. Most azt írja, hogy egyet öltem. Ja, hogy azzal a fegyverrel megöltem ötöt akkor ezek szerint. Nem tudom, azt írja, hogy ölés 1/5, de hogy így most az... Ja, mert valószínűleg a... Izé, kis robotok ölték meg azokat. Na, sikerült még egy ölést behúzni. Igen, fegyverenként ötöt kell ölni. Csak a kis robotok mindenkit megölnek. Jaj, nem, most meg a gombából fogunk végtelen számút letelni. Most milyen fegyverem van ez? Ez nem tudom milyen fegyver volt, de lecseréltük. Ez valami shoti most, nem? Jó. Még 26 óra, 40 perc és pereket a Lords of the Fallen? Fú, azt mondja, ideje ráközelíteni, győzd le 3 hullámot fejvadás segítségével. Hát ez sima, sima liba. Szevasz, Gálos, szevasztok, srácok.
3, 2, 1. Honnan... Kapják a headiket, hát mondjuk pont nem. Szia! Eddig jól megy. És most jön a harmadik hullám. Szerencsére egyesével jönnek. Ez a mázdiskacok, hogy egyesével jönnek. Az nem halt egyből sajnos. Ha külön jönnének, még esélyük is lenne amúgy. Ja, a konzolokon általában évféltől elérhetőek a játékok. Hát ez konkrétan easy volt, igen. Szóval győzd le a Vroom Grunokat alacsony gravitációnál. Mocis Grunok. És a kis zörkön variált kicsit a... variált a gravitáción. Na, hát igazából... Jó, még hozunk apokalipszis kesztyűjét. Na jó, hát akkor előveszük a nagy ágyút. Ja, várjál, ez nem az volt. Kezd elfogyni a lőszer. Egy mínusz, ja nem mínusz. Kilences szint plusz 10 HP. Nagyszerű. Azt mondja, hogy visszapattanó. Az alap kispisztolyt használjuk. És akkor van még egy. Szerintetek hány hullám lesz? Remélem 3. Jaj, de jó. Yeah.
hogy megráztuk őket. Jó, utolsó vév, srácok. Győzz le a visszatérő ellenségeket. Kétszer olyan szép. Ez az utcsó kihívás. Jézusom! Na, megint megjött a két FPS. Na hát, előveszük akkor. Peacemaker! Hatta. Azt mondja, hogy előhozzuk az apokalipszis kesztyűjét is. Ja, én már nem is lövök semmit. De nagyon lelkesen nyomtam a balklikat. Nem, itt az a gond, hogy jön valami a játékhoz, amitől így nagyon beakad, de amúgy így, ha annak a valaminek vége, akkor jó lesz az FPS, csak valami nagyon leveszi az FPS. De nem tudom, hogy mi az. Gőzöm sincs. Gőzöm sincs, hogy mi az, sajna. Szevasz, MVK. Ez itt kifogyott. Hát ebbe jól belementem. Azt mondja, hogy... Ja, van ez a gránátosunk, ez is elég erős. A Farkára 6-tal jártam úgy, hogy Day One toltam, minden gond nélkül, akadás fagyás nélkül, megjött a patch, leszettem az Nvidia drivert, utána olyan lett, mint most ilyenek. Nem tudom amúgy. Na, most például jó. Most például visszajött az FPS, de van, amikor így azt írja az FPS számlán, hogy 30, és így nem 30. Na most például megint. És megint rossz. De hogy mitől rossz? Nem tudom. Nem figyeltem, amúgy kaptunk achievementet.
Azt hittem, hogy azért járni fog achievement, hogy mindent teljesítünk. Hát, ez kiábrándító így. Most például azt jelenti, hogy 25. Kaptál bérletet MVK-n. És köszi egyébként a nitrós támogatást. Mondta Quantum kapitány, hogy ő tud segíteni. Közel van a végső leszámolás, ez az utolsó esélyed arra, hogy a történet vége előtt páncélt és gyűjtető tárgyakat szerez. Biztos, hogy folytatni akarod? Tehát a point of no return, hát... Okay, okay, we have to draw him out. So I was thinking I'd disguise myself as a robot, but with a really big... Do you know what that sound is? Listen closely. Is it fear? Hope? The slow, inevitable... Tudod, mi ez a hang? A halál elkerülhetetlensége? Nem, ez én vagyok. Winning. Ahogy győzök. Ahol azt kérdezed... De te csak egy dimenzió része vagy. Mi van a többivel? Lehet, hogy ódivatú vagyok, de azt hiszem, mindenki megérdemel egy kis leigázást. Szóval, hogy megünnepeljük ezt a fontos alkalmat, szeretnék tisztelegni a jó doktor előtt, aki inspirálta ezt az utazást. By invading his home dimension personally. What? My first stop. Megalopolis. Or, as I like to think of it. Megalopolis az új Nefarious City. Ez a mi otthonunk akkor, ha minden igaz. Mármint, hogy Ratchetém. Ratchet és Clankém. When do we leave? Kíváncsiakból felraktam a Forza Motorsportot 4K-ba, éppen 60 FPS ultrába, de inkább 50, és nem szebb, mint neked volt. Hát ez szomorú. De elvileg csak PC-n van gond, elvileg Xboxon jó is. Otthon vagyunk. Na, attól tartok. Kicsit már máshogy néz ki a város. Belvárosi üzletház. Vissza, ahol csatlakoz a harchoz. Az uralkodó tényleg átformálja a mi dimenziónkat a sajátjára. Xboxon nem ocsmány a játék. Phoenix, elvileg. Nekem is, amit én így belenéztem streamekbe, ott nem volt olyan csúnya. Azt mondja, hogy... Peacemaker. Nagyon jó. Mikrorakéták száma egyel nő. Fejvadászon is fejlesztünk. A nem gyenge pontok eltalálása a gyenge pontokat hoz létre. Olyan lövedékeket lő, amely többször képes lecsapni az ellenségre és sikeresen időzített találatokkal növelhető a sebzés. Ó, értem, akkor a visszapotanót rosszul használtam. Honnan jöttünk? Erre megyünk tovább. Kész őrmok fajti. Most már a Lombax csapat vagyunk. Na. Miss Fungálos még egyszer. Azt mondja, apokalipszis kesztyű.
Nagyon jó, akkor még. Megkérünk még egy hungárost. Minden nem lehet kimaxolni egy prétó alatt? Úgy tudom, hogy nem, de... De én próbálkozok. There is one more sniper. All right. Looks like this guy's clear of snipers. Lehet, hogy kell amúgy a New Game Plus. Jelentem, nagyon vannak. Nefarious pusztítója. Na, srácok, jöhet a gránát. Kiméljétek! Nagyon jó csapat, nagyon jó! Jó, jöhet a Peacemaker! Még egyszer! Még egy Peacemaker! Még egy! És még egy! Ti vagytok ennek a dimenziónak a hősei? Ez nevetséges. Ja, nagyon jó ez a Peacemaker. This calls for a special sort of annihilation. I've been looking for an excuse. Végre alkalom nyílik rá, hogy új öltözékemet viselhessem. Na, ez meg a belváros légi útvonal. Aha. Vizsgáld meg a zavargást. Én most lövöldözök? Hát... Dolgok! Jézusom! Jesus. Come on. We have to fight this thing. Azt hittem lerombantottuk az egyik kezét. Fire at those monitors. Rivet, you will. Jó, azt mondja, hogy Quantum? What are you? Franzba? Villámosat ráküldjük. Na, kapta a kezel. Megjöttek a kalózok. Emperor Nefarious, your campaign of destruction, cruelty, and wanton snobbery is over. How's that? I have goosebumps. Ott meg Quark, kapitány. You nailed it. Now jump. Ott ül az egyik szemben. És robbanószer. A fejnek. Jó, ide is kellenek, barátok. Uff.
most a fej jött ide. It's still working. This is not good. Jeez. Everyone shoot those monitors. 55%. Most honnan kezdjük? Ne! Hát azt gondoltam, hogy szívás lesz. It's still working. This is not good. Everyone shoot those monitors. Azt gondoltam, hogy szívás lesz, de azt nem gondoltam, hogy ennyire. Jó, visszajött. És akkor... Oké. Okay. Jött Peacemaker először. Azt mondja, hogy... Just fighting a nefarious the size of his ego. We're getting close. Hang in there. Jézusom! Meg lett villámcsapa. És még van tovább. Ja, elfogyott ez. Jó, olyan Drillhoundot is küldünk neki. Kezdve itt oldalról hegesztenek minket. Csak hogy jó legyen. Jó, kérünk ilyen apokalipszis kesztyűt is, köszönöm. Le tudjuk locsolni a fejet? Azt mondja, hogy zizgő peng... Lelocsoltuk a fejét, srácok! Hát ez nagyon jó. Na várjál, hát akkor... Hol van a locsolónk? Tessék! Ez már visszapattanó fejlődöm. A trükk az, hogy a szemét kell lőni. Na. Tessék, kapsz, hogy az a gond, a kivégző nem ér el addig. Jó, már a villámosunk is kifagyott. Asztara. Na-na. Egyre többször talál minket el. Na. Hát én már nem tudom. Három százalék.
asztalra. Most akkor megvan? Nem jó játsz. Ha nem jó játsz. Közel kell menni. Jó, akkor nem így kell. Honnan kezdjük? Basszus. Igazából csak meg kellett volna ezt várni. Most ez mi volt? Valahogy sikerült még egyszer átmenni. Na, tehát akkor jöhet. Jó. -44%. Jézus atya, most ezt lőni kéne? Jó, csak sikerült belemenni. Jó, és akkor most megint lőni kéne a közepét. Ja, már egyre több. Annyi minden történik. Jesus. Szóval most szétszedjük a ruhának a szívét. Na, még mindig van két Nefarious. Már csak egy. I will bring in all of my armies, all of my followers. You will bow before me. Be fogsz nekem hódolni. He's gonna destroy the dimensions. Na, és akkor most jön az a pillanat, szerintem, hogy Géles mondat, mindjárt jön Kit. Ott is van. Igazad volt, mert nem menekülhetek el. Nem hagyom, hogy egyedül csináld. Visszatartom a seregét. Győzlem. Szevasz, pocó, szevasztok, skacok.
Na ne, Fárius! Ja? Jó. Jó, és... Jól meglőttem magam. Az a gond, hogy nagyon fogy a HP-m. Halló? Na, legalább feltöltődött a HP-m. Na basszus. Jó az. Ja, hogy ő még itt van közben, egy pluszba? Értem. Hát hashtag villogások. És lőszer? Ja, még egy van. Elképesztően intenzítették itt a végét, srácok. Miért jöttek halak? Nem jött senki. Csak halak jöttek. Nem jöttek a követői. Nagyon durva, hogy összerakták amúgy ezt a gémet, hogy mennyire intenz. Egy fizicsát, pihenni, mindig történnek dolgok. És amúgy szerintem ez kell egy rövid játékhoz, mert amúgy ez nem egy hosszú játék. Ugye lerúgja, figyeljetek. Együtt győzhetünk. Mit tudsz te a győzelemről?
dimenzionátort visszaszereztük. Ti ketten aztán keményen nyomjátok. Mi csak ki beszél. Készen állsz, hogy rendbe hozzuk, Whitey? Semmit se szeretnék jobban. A kollamos játék ne biztos hosszan. Hé, sajnálom, amit korábban mondtam. A barátom vagy, és köszönöm, hogy visszajöttél. Csapat. Ideje hazamenni, nem? De a dimenziónak jól jönne pár hős mostanában. Nos, mit szólnátok egy kis kitérőhöz az út során? Hova megyünk? Szerintem tudod. Én a távolba levő oszlopot néztem, ahogy így ment a kamera, és egyre jobban jelent meg a torony. Nem tudtam a tűzijátékra figyelni. Győzd le Dr. Nefariust és Nefarius uralkodót! Hát tényleg nem volt sok ebben a játékban már. Tényleg a vége előtt hagytuk abban. Azt nagyon sajnálom amúgy, hogy továbbra is ilyen rosszul futott. De jó volt amúgy, tehát ez egy nagyon jó kaland volt. Ez egy nagyon jól összerakott játék, már értem, hogy annó miért szerették ezt nagyon. Na nézzük. PS5, ja, a PS5-ön nem volt vele gond. Azt mondják, hogy még mindig low FPS-en van. Milyen speced van? Nekem nagyszerűen fut. Na, neki i9 19200K-ja van, meg 3080 Ti, igen. Ja, másnak is amúgy ez a 3080 Ti, 32 giga RAM, 4K-s setupja van, és 20 FPS. És ilyen, szintén ilyen FPS dropok vannak. Ez a sorozat is olyan, mint a Crash Bandicoot, hogy mindig a Nefarius vagy ki a fő gonosz? Én úgy tudom, hogy igen. És nézem, hogy mit írnak? Hát nem lettem okosabb. Tehát, hogy igazából semmi nem magyaráz azt, hogy miért van FPS drop. Tehát, hogy itt nem azon, hogy szarul fut a játék, hanem hogy van, hogy néha szarul fut a játék.
Tehát ez inkább játék. Tehát hogyha a játék képes arra, hogy jól fut, csak van, hogy nem, akkor igazából ez inkább a játék hibája, mint sem a gépemé. De amúgy nem tudom. Én csak ezt az utolsó két órát láttam most, de ezt lehet beszerzem majd később, amikor nincs olyan sok minden. Én már korábban is akartam ezzel a játékkal játszani, viszont nekem nem tetszett a kontrolleres irányítás, én nem szeretek kontrollerrel célozgatni. Nekem ehhez szükségem volt arra, hogy egér billentyűzettel nyomjam. Valószínűleg valamelyik effektnél bágos valami, azért csak néha jön be. Ja. Szerintem amúgy a korhatár besorolás is alacsonyabb, mint a legtöbb játék esetén. Filip Kovács. Optimalizálatlanság? Ja, hát végül is ez magyarázza, hogy miért jó valakinek, és miért jó másnak. Mert mi nem jó másnak. 10 pluszos? Ja. Ja. Igen, hát én örülök, hogy neked is nagyon tetszik Sphere Card Solo. Ez egy pöpec kis game. Ez egy pöpec kis game. Hogyha nem lenne ilyen grafikai problémája, akkor igazából... akkor 10/10 game. De amúgy meg az, ha a PS-en nyomod. Neferius uránkodó, ha énekel. Végre egyedül itt vagyok a csúcson. A refrént kérlek, te is énekeld. Jaj, egyesítsük a hatalmainkat. Kövess engem. A rendszerem tökéletes, de erről te nem is álmodhatsz. Oly szerencsés vagy, hogy tisztelhetsz engem. Kövess a csúcsra. Gyere már! Hát ez nagyon király, hogy csináltak ilyen muzsikát. Ahol a Nefariusok énekelnek. Ez király volt.
Jaja, az Insomniákosok csinálták ezt is. Ahogy a Marvel Spider-Mant, a Miles Morales-t, a Spider-Man 2-t is ők csinálják, és övéki a Spyro is egyébként. Spyrokkal ti játszottatok, srácok? Mert szerintem én még egyel sem. Spyro. Mikor vajon a legutóbbi Spyro? 2018-as. Hát akkor mondjuk az előteleve az meg 2008-as. PS1-en nyomtad? Nice. Hát ez nem mai, nem mai. Ja, a PS1-en kezdték, ugye? Arra jött ki a Spyro 1, meg a 2 is. Én igen, most kaptam kölcsönny kollekciót. Ja, ez felújított a 2018-as. Ó! Most nézem, hogy csak a PS1-re csinálta az Insomniac a Spyro-t. És már nem a Sony-nál vannak a jogok, hanem az Activision-nél. Sőt, az Activision csináltatta a felújított változatot. Á, értem. Hát akkor ez úgy néz ki, hogy kikerült az Insomniac keze alól. Tetszik, hogy beírtam, hogy Spyro Reignited Trilogy, és azt írja, hogy a PS oldala 14,00 forint. Ezt gondolom annyit akar jelenteni, hogy 1400, csak a Google nagyon furán kezeli ezeket a magyar számokat. Ja, 14,000 forint, oké. Okay. De hogy ebből hogy lett? Ebből hogy lett? 14,00 forint. 2-t szeretnél? Hát ha ezen múlik, én veszek 100-at, és akkor szétosztogatjuk. Vagy 1000-et. Akár 1000-et is szét lehetne osztani. A Spider-Man 2-t nagyon várom, sajnos pont megjelenéskor lesz valami fontos release a munkában, de este biztos, hogy sokat fogom tolni, már csak azért is, hogy tudjam nézni a streameket. Hát én megjelenéskor, hogyha minden jól megy, akkor tudom majd nyomni, és másnap meg esküvőre megyek, szóval nem lesz hétvégi Partizan stream. Ha PS1-en nyomtad a Spyro-t és nem eredeti lemezed volt, akkor egy tündér elmondta, hogy hackelt változata van a játékodnak, és nem engedett tovább. Tervezed megvenni Switch-re? Jó élmény akkor Switch-en játszani ezt a Spyro-t, azt mondjátok? Na nézzük, Switch gameplay. Hát ez most így videóból nem tudom mennyire jön át. Aranyos, nyomod a kis Spyroval. Ati, köszi szépen a támogatásodat, köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Srácok, peregjenek a szvegek. Azt most nem is néztem, hogy vannak-e magyar nevek. Te is csapattad, Debulon? Phil Cassidy? Ah.
Azt mondja, hogy itt... Ez... Na, várjál. Tehát azt írják, hogy amikor változtatsz a grafikán, akkor zárd be a gémet és indítsd el újra, mert van egy bug, amitől a frémek meggajdolnak. Itt van egy Reddit-es thread, ahol erről írnak. Az a kérdés, a top comment, hogyan oldottad meg, hogy 60 FPS vagy a fölött legyen a képkockáknak a száma? Na, a srácnak i7-13700K-ja van a 3080 Founders Edition-nál, és nála is voltak gondok. Biztos amúgy a beállításokkal kell szórakozni. Valószínűleg nem jól csinálták meg a beállításokat. Az a kedvencem, amikor úgy kell megoldani, hogy legyen FPS-ed egy játékban, hogy valaki leírja az interneten, hogy ha ezeket meg azokat a beállításokat mire rakod, akkor jó lesz. Az nagy kedvenc. Szintén akkor van értelme, ha nem tévé vagy monitor előtt játszol vele, amúgy tuti jobb a rendes nagyképes változat grafikában. Ja, persze. Meg hát most így arra voltam kérdés, hogy milyen a Switch-es gameplay, de valószínűleg ezt úgy lehetne megnézni, hogyha Switch-en nézném meg a játék gameplay trailerét, akkor így el lehetne képzelni, hogy milyen. Vagy hogyha ugye van hozzá demo. Azt mondja, increase FPS by 240%. Ez azt jelenti, hogyha van egy FPS-ed, akkor 240 is lehet. Ja, jó, a videó, amit linkelnek, az az, hogy 37 FPS-ről 126 legyen. Hát 37-nek a 240%-a sem 126, de mindegy. Sandfield is ilyen, valami ultra több FPS generál, mint low módban. De, a végére jöttél, Nyusza, szia. Pont a végére jöttél. Amikor te nyomtad, akkor én is a végére érkeztem. Pont a legesleg végére. Hát az már nem most volt. PS5-ös verzió az már több mint 2 éve kint van. Hopp, itt valami beállításokat mutogatnak. Here is how you can significantly improve performance and fix stutters in Ratchet & Clank. Uh-huh. Aha. Azt mondja, workaroundot kell használni, és akkor jó lesz. Igen, és mit kell csinálni? Azt írják, kapcsolt ki a ray tracinget. R6-nak teljesen vége? Van róla videó a YouTube-on, hogy miért nem R6-ozok. Értem. Szóval csak kapcsolt ki a ray tracinget, és jó lesz. Sőt, itt valaki azt is mondta, csak vedd lejjebb a felfontást. Jaj, nagyon jó. Amúgy hihetetlen. 2023-ban azt mondja, hogy mindig ilyenekkel kell szórakozni, srácok, hogy így bújni kell az internetet, hogy lehetne, hogy jobban fusson a játék. És amúgy így nem jön fix. Hát, hogy kint van már a játék lassan 3 hónapja, és így még mindig nem jött rá fix. Nem tudom, egyáltalán jön-e majd rá fix. Vagy csak venni kell egy új gépet, azt jó lesz. Talán jó lesz.
tényleg amúgy nekem crashelt a játék is. Ja. Ezek a Sony-s gémek, vagy PSS gémek, ezek sajnos crashelgetnek egyébként, legalábbis a PC-s portok. Nem mindegyik. Nem mindegyik, de sajnos crashelgetnek. Igen, ez lehet, hogy a Crash Bandicoot. Halli-halli, üdv mindenkinek. Jó volt ez a végigjátszás. Próbáltam amúgy változatos lenni abból a szempontból, hogy mindig új fegyverrel kísérleteztem. Igen, itt a végére berakott egy kis más zenét, de már vége. Gratulálunk, teljesítetted a fő történetet. Feloldottad a kihívás módot. Tartsd meg az összes fegyvered és játszd a játék nehezebb verzióját, hogy új fegyverfejlesztéseket szerezhess. És több csavarhoz juthass a csavar sokszorozóval. Hozd létre új végijátszást kihívásmódba bármikor a címmenüből. Szeretnél visszamenni az időben az utolsó küzdelem előttre, hogy befejezd a hátralévő tevékenységeidet? Vagy kilépsz a címmenübe? Hát akkor kilépünk a címmenübe. Na hát 93%-on vagyunk amúgy. Nézzük, hogy állunk az acsikkal. Azt mondja, hogy az acsiknak a 77%-a megvan. Mi hiányzik? Mézet kell gyűjteni Tulióséfnek. 30 levált Nefarious katona fejet kell legyőzni, abból még van 5. Hagyj végre 5 trükkös ugrást egy csúszó sinen. Szóval, hogy abból még kéne egy. Meg kell szerezni a Rhino-t. Csapj rá minden Blizzon kristályra, Blizzaron és a Cordelianon. Ilyen is van. Vásárold meg az összes fegyvert. Találd meg az összes Krieger medvét. Végezd 10 ellenséggel led a Void Reaktor visszaküldött lövéseivel. Ugye ilyenünk nincsen. Gyűjtsd össze az összes megszerezhető teljesítményt, és akkor mi az, ami még itt van? Rejtett. Ja, spoiler-ezni. Játsz le 3 dalt a Zerkiz jukeboxán, van egy ilyenünk is. És van egy olyan is, hogy kapcsold be a tévét Rivet buvó helyén. Mi az az achievement, ami sokaknak megvan, de nekem nincs? Hát ez a mézgyűjtés, meg a fejlelövés. És mi az, ami sokaknak megvan? Váljatok szét Nefarious City-be. Tehát úgy néz ki, hogy a játékosok 90%-a elindította a játékot. Amúgy ahhoz képest egész sokan, sokáig nyomták azok, akik így megvették a gémet. Na, ott van. A játékosok, akik megvették, ugye 90% kezdett bele, és a 90%-nak a fele, azaz 45%, az így végig is nyomta a sztorit. Nice. Amúgy, ja, ott van 14,1 óra volt a végigjátszás. Ez tök jó volt. Ez szuper vacsk azok. Most is 30 FPS-ünk van. És ha visszalépünk. Egyetok most megint jó. Hogy most megint jó az FPS, és akkor történik valami, az elromlik. Ja, hát hogyha nincsen Ray Tracing, akkor jó amúgy. Valami Ray Tracing-es beállítás az, ami így tönkreteszi a dolgot, de... Hold that thought.
A játékban azt szeretem a legjobban, amikor a kis robotpókkal kellett menni, és a lábecskáit éreztem a kontrollán, hogy csikizi a tenyerem. Rémlik valami egyébként, még amikor PS-en játszottam. Nekem a Clank-es ilyen puzzle-ös feladatok tetszettek nagyon. Hát jó, csak most érted, lenne pont egy játék, Fish, ami menne full grafikán, ray tracingen, ez a játék. És így optimalizálatlanság miatt nem tudom így kielvezni. Házi lejátszási lista. Le lehet játszani szerintetek a végét? Ott van, kövess a csúcsra! Nagyon jó. Pillanat, srácok. Azt hiszem három zenét kell berakni. Jó. Most csak achievementet kellett farmolnom. Most már jó. Megvan a titkos achievement is. Most már még jobb. Tessék, az achievementek 78%-a már megvan. Ez jó kaland volt, skacok. Remélem, hogy élveztétek. Jaj, sajnálom, hogy nem tudtam jobb performanszal végigvinni ezt a gémet. Jó lenne amúgy kimaxolni ezt a gémet, az helyzet. De akkor annyival kevesebb idő jut a Baldur's Gate-re, a Starfield-re, a Zelda-ra. Ja. Meg hát azért egy PS-en menőbb lenne a kimaxolás. Steam-en csak így ott van, hogy 100%-olt játékok. De amúgy nem hiányzik sok. Abszolút nem hiányzik sok. Lehet, hogy streamen kívül megcsinálom. Ki tudja. Bár nem nagyon szoktam streamen kívül játszani. De nagyon szeretem a 100%-okat. Minden esetre ennyi lett volna, srácok, a Ratchet & Clank-ezés, nem, tényleg nem marad belőle sok hátra. Megvan. Ez is. Ezen a héten két játékot is végigjátszottunk, ezt, illetve az AC Mirage-t.